Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit érez irántad? Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. A piros színű gyertyát választottam, hiszen ez szimbolizálja a szerelmet, a szeretetet. A videó végén átküldöm az energiát, ezt a szerelmi energiát, ami persze már most is érezhető. Hogy érzed magad, hogy hat rád, ezt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ez egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam 4000 forint. Gyertya mágiával együtt 8000 forint. Ha kéred ehhez még az asztrológiát, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat az indiai asztrológia szerint, akkor a díjam 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható a kapcsolat kettőtök között. Ő keresi a kapcsolatot veled. Akkor is, ha ez a férfi jelenleg elfordul a kártyáktól, mert jelenleg nem érzi jól magát, de visszatér hozzád. Úgy február közepén lesz itt újra kapcsolat, folyamodnak az események, ő tisztáz veled valamit. A hajó jelenti a reményt ehhez, hogy újra együtt lesztek. Amit a hajó itt még jelenthet, külföldi kapcsolatok vagy utazások. Lehet, hogy ő tervez veled egy utazást. Ez az út lehet egy belső út is. Egy lelki kapcsolat kettőtök között mély érzelmekkel. Itt a feje fölött megjelenik ez a kártya, és ezen töpreng, ez a gondolata. Ő szeretne valamit megváltoztatni, és itt a négy levelű lóhere utal a szerencsére. Lesz egy szerencsés fordulat, hiszen ez a terve. Itt ez a sarló azt jelenti, hogy ez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Amit a sarló még jelenthet, hogy ő azt tervezi, hogy bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat le szeretne zárni. És ez fontos is, hiszen látható a háttérben ez a ravasz róka, és az utal egy hamis személyre. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, aki figyelget benneteket rossz szándékokkal. Hiszen itt vannak a kövek az élet utatokon, ami jelenti a közeljövőt, vagy ennek a hamis személynek a szándékát, hiszen nem akarja azt, hogy ti együtt legyetek, nem akarja azt, hogy ti boldogok legyetek. Holott megjelenik az ő terveiben a gyűrű és ez a ház, az jelentheti egy házasságnak a tervezését, vagy ő azt szeretné, ha ti összeköltöznétek. De itt még vannak problémák, nehézségek, és megjelenik sajnos még ez a hamis személy, aki megpróbálja ezt megakadályozni. De nem tudja, mert szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a köveket, az egerek eltávolítják ezt a nagy hegyet, a problémákat, a nehézségeket, sőt,
az egerek eltávolítják ezt a hamis szemét. Ő is ezt tervezi, hiszen ez a kasza megjelenik a gondolatában, ő le akarja zárni ezt a kapcsolatot, a múltad, vagy ezt a helyzetet. Miután itt meg lesz ez a szerencse, és ő más irányba tekint, úgy február közepétől, akkor megjelenik itt mellette a szív, a szerelem, ez a ház, ami óv téged, óv benneteket, vagy lehet egy közös otthon tervezése, és az akadályok elmúlnak. Jelenleg még van ez az akadály, ezt jelenti ez a torony is, amikor fogva érzi még magát egy bizonyos helyzetben, vagy lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy is, de ez lezárul, hiszen itt a jóslás végén megjelenik a koporsó, és az le tud zárni bizonyos helyzeteket, bizonyos kapcsolatokat, ebben segítenek majd az egerek, így javulni fog a helyzet. És most átküldöm neked a gyertya mágiának az energiáját, kihat a szerelemre, a szeretetre, a szeretetteljes kapcsolatokra, ezek lehetnek barátságok, vagy családi kapcsolat is. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, érezd ezt az energiát, és legyen meg a hited abban, akkor is, ha jelenleg még nehézségek vannak. Hamarosan, úgy február közepéig javul a helyzet, tisztázódnak a dolgok, meg lesz újra a kapcsolat kettőtök között. Ő tervez veled egy utazást, vagy egy közös otthont, vagy házasságot. Ezek a gondolatok, ezek a tervek, és miért van ez így? Mert itt megjelenik a szerelem. Ez a férfi szeret téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.